Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt nagykövet urak, tisztelt Miklósko elnök úr, Riedel elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Eszterházy János az elmúlt 10-15 évben nagyon sok rendezvényre adott alkalmat, nagyon sokféle képpen próbáltuk megközelíteni az ő szerepét. A múlt évben fejeződött be egy visegrádi kutatási program, amelyben a Magyar Tudományos Akadémia és a Somorjai Fórum Intézet körülbelül 1200 olyan forrást, levéltári és sajtóforrást gyűjtött össze Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Magyarországról, Németországból és Oroszországból, amelyek Eszterházy János életével függenek össze. Ezzel együtt azt mondhatjuk, hogy Eszterházy János és a hozzá kötődő politikai alapkérdések ma is magyar-szlovák és részben magyar-cseh vonatkozásban a legmagasabb állami szinten is olyan konfliktusos témát jelentenek, amely témáknak a szakmai feldolgozását is nehezíti az, hogy politikailag is tematizálva vannak. Illusztrációképpen szeretném jelezni, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia például 2011. március 15-én elfogadott egy olyan álláspontot 4 társadalomtudományi intézet igazgatójának az aláírásával, amely azt kifogásolja, hogy a magyar történeti írás egy része Eszterházy Jánost hagiografikus, abszolút pozitív megközelítésben, majdnem hogy szentként állítja be, mártíromságát fölemeli, és nem látja azokat a problémákat, amelyek Eszterházy János életművének az értelmezésében megfigyelhetőek. Azzal szeretném indítani a mostani előadásomat, hogy véleményem szerint a 21. század elején már nem nagyon beszélhetünk nemzeti történetírásokról. Történészek vannak, akik különbözőképpen viszonyulnak a nemzeti narratívákhoz. Magam úgy gondolom, hogy Eszterházy János egy modern kisebbségpolitikus, egy húsvér ember, aki sokat hibázott, aki fiatal emberként került bele abba a csúcspolitikába, ahol egy kisebbségi politikusnak legalább 3 főváros felé kellett figyelnie, Prága, Budapest és a fővárossá váló Pozsony felé, de miután neki volt egy erős lengyel identitása, számára Varsó is meghatározóan fontos volt, ahogy azt Adamczyk professzor úr előadásában hallottuk. Úgy gondolom tehát, hogy több dimenziós politikusról van szó, és meg kell keresnünk azokat az elemzési fogalmakat, amely elemzési fogalmak lehetővé teszik számunkra, hogy értelmes párbeszédet folytassunk. Tehát ne a szent és a gonosztevő képét toljuk magunk elé, mert így nyilvánvalóan soha nem fogunk tudni megegyezni. Próbáljuk meg megnézni a forrás szinten azokat a mozzanatokat, ahol az értelmezéseink teljesen konfrontálódnak, egymással szembe mennek. Látjuk azt, hogy pártelnökként számára az egyik legfontosabb dimenzió kisebbségi párt elnökeként, a Keresztény Szocialista Párt, majd pedig az Egyesült Magyar Párt elnökeként számára a legfontosabb a kisebbségvédelem volt. Azt értjük alatta, hogy a kisebbségvédelem biztosítja az asszimilációmentes közeget, biztosítja azt, hogy a kisebbség lehetőség szerint ne legyen diszkriminálva, és természetesen biztosítja azt is, hogy a kisebbség szabad kapcsolattartásban legyen az anyaországgal, és egyenrangú legyen az adott országban, a domicil államban, a befogadó államban, ahol él, tehát az első Csehszlovák köztársaságban. Fontos volt az is, hogy ez a kisebbség, amely kényszer közösségként jött létre, valamilyen jogi státusszal rendelkezik, és a magyar kisebbségi politika kezdettől fogva egy autonómiában gondolkodott, szemben a mai homályos autonómia elképzelésekkel, szlovákiai magyar autonómia elképzelésekkel. Egy nagyon konkrét autonómia elképzelésük volt az, hogy Szlovákiának és Ruszinszkónak autonómia kell, és az autonóm Szlovákia és az autonóm Ruszinszkón belül a magyarság is kap egy rész autonómiát. Ez olyan világos volt, hogy ezt mindenki értette, Benes elnök ugyanúgy tudta, mint Milan Hodzsa, csehszlovák miniszterelnök,
És Esterházy, aki a fiúknak a nemzedékéhez tartozott, tehát Szüllő Gézához, akit ő apaként tisztelt, hozzá képest ő a második generáció gyermeke, ő is örökölte ezt, és megpróbált ezeken a fogalmakon belül valamilyen megélhető koncepciót kialakítani. Esterházy János, amilyen sűrűn Prágában volt, főleg, hogy nagy képviselője lett a csehszlovák parlamentnek, ugyanolyan sűrűn, rendszeresen a csehszlovák hatóságok tudtával folyamatosan jelen volt Budapesten is, méghozzá miniszterelnökségen, ahol a miniszterelnökkel is, magyar miniszterelnökökkel is sűrűn találkozott, részben közvetített, részben pedig a csehszlovákiai magyarság érdekeit képviselte, részben pedig a magyar kormány revíziós külpolitikájának az érdekeit képviselte Csehszlovákia felé. Aki ebből valamelyik dimenziót kihagyja, akkor ott valami hibázik, mert ő mind a három dimenzióban működött, kisebbségvédelem, csehszlovák érdekek közvetítése Magyarország felé, és a magyar revíziós politikának az érdekei Csehszlovákia felé. Számára az igazi nagy dilemmák akkor kezdődtek, amikor egész Közép-Európában, a vesztesek és győztesek Közép-Európájában hirtelen új időszámítás kezdődött 1933-ban Hitler hatalomra kerülésével. És azt mondhatjuk, hogy innentől kell kezdeni megtalálnunk azokat a közös kiinduló pontokat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a Hitler által dominált közép-európai térben, ahol az ő általa nem szeretett Csehszlovákia, az ő általa imádott Lengyelország, és az ő általa hazának tekintett Magyarország egyaránt Hitler zsákmányává lett. Ha tehát a kiinduló pontokat keressük, akkor azt kell mondanunk, hogy nézzük meg, hogy mi az az autonómia politika, hiszen ő is úgy gondolta, hogy nincs külön magyar autonómia politika. Az úgynevezett őslakos koncepció jegyében az autokton szlovákok, az autokton kárpáti németek, az autokton magyarok közös, ráadásul katolikus koncepciója, ráadásul kisebbségi blokkja keretében el kell jutni egy közös autonómi elképzeléshez, és ugyanezt Ruszinszkóban, tehát Kárpátalján a ruténokkal közösen. Ez a paradigma lehet egy nagyon termékeny értelmezési keret számunkra, hiszen a szlovák autonomizmus a szlovák két világháború közötti szlovák politika történetnek a kulcsfogalma. Enélkül nincs szlovák történelem. És Esterházy János ugyanazt akarja, de tovább gondolja, mint látni fogjuk, ő úgy gondolja, hogy ha egy magyar-szlovák őslakos autonómia lesz, ennek az autonómiának a helye természetesen ismét majd Magyarországon lesz. A csehszlovák válság 1938-ban már csak részben szólt az itt élő nemzetekről és a kisebbségekről. Ez már egy új kényszerhelyzet volt. Ebben az új kényszerhelyzetben Milan Hodzsa, az első szlovák, csehszlovák miniszterelnök, volt annyi bátorsága, hogy megpróbált nem védekezni, ahogy Beneš, megpróbált nem menekülni, ahogy Beneš, hanem megpróbált Csehszlovákiában, ebben a multietnikus nemzetállamban, ami nem fából vaskarika, ma is Magyarország is multietnikus nemzetállam, minden nemzetállam multietnikus, még Izland is, még Portugália is, nincs Európában egyetlen egy állam, ahol ne lennének kisebbségek jelentős számban. Csehszlovákia pedig egy klasszikus multietnikus nemzetállam volt, és Hodzsa ezt tudta, és Hodzsa fölkínálta a nemzetiségi statútumot. De Hodzsa is természetesen már idő hiányában működött. Olyan volt, mint Jászi Oszkár 1918-ban, aki kezdettől fogva tudta, hogy Magyarország is egy multietnikus felerészben nem magyar állam. Ő is megpróbálta a svájci modellt elővenni. Hodzsa is természetesen az idő nem adott rá lehetőséget, 38 ősze nem adott rá lehetőséget, hogy ez megfülessen. Esterházy János számára tehát, látjuk itt Csehszlovákián a különböző alakzatait, itt látjuk például a 28-tól 38-ig a tartományokra osztott Csehszlovákiát, Csehországra, Morvaországra, Szlovákiára és Kárpátaljára. És látjuk a korabeli csehszlovák etnikai térképet, hogy ez egy milyen rettenetesen összetett etnikai struktúra volt, ezt a kortársak természetesen tudták. Ma kevesen tudnak, és ma úgy beszélünk erről, mintha a mai közép-európai viszonyokban próbálnánk megítélni a kortárs politikai viszonyokat. Számomra tehát az a legfontosabb, és az előadásomnak ez a kulcs kérdése, hogy a
az autonómia politikát a két világháború közötti Szlovenszkón, ahogy magyarul ugye akkor még Szlovákiát ritkán használták, tehát Szlovákiában és Kárpátalján a magyar politika elképzelte, és ugye a rutén, illetve a szlovák politika elképzelte. A szlovák autonómia törekvések, amelyek igen változatosak voltak, és amelyek 1919-ben Linka memorandumában Párizsba is eljutottak a békekonferenciára, ezért ült aztán Linka a mírovi börtönben, mert hogy ő már akkor követelte 1919-ben a békekonferencia idején Szlovákia számára a memorandumot. Érdekesség kedvére elmondom, hogy a magyar békejegyzékek egyik mellékletébe betették Linka memorandumát, a csehszlovák békejegyzékekben természetesen nem szerepelhetett. De utána jött Emil Stodola, és jött a néppártnak a több autonómia elképzelése is, és ezek egy része, amelyik Tuka nevéhez, Vojtěch Tuka nevéhez kötődött, azok magyar koncepciók voltak, azok hungarofil irányzatúak voltak. Az ateista, huszita, cseh hagyományoktól vissza a Szent Istváni magyar katolikus hagyományokhoz. Tehát volt a szlovák autonomizmusnak egy Tukával kezdődő és Tukával végződő hungarofil irányzata, és a magyar kormány Budapesten, és jó ideig a fiatal és tapasztalatlan Eszterházy János is úgy gondolta, hogy ez a hungarofil szlovák autonómia koncepció az reális, hogy ez a döntő, hogy ez fog majd győzni. És ennek rendelték alá a szlovák-magyar kapcsolatokat, és ezért olvasható Eszterházy János két világháború közötti szlovák politikája úgy, mint egy testvéri kapcsolat. Ő valóban úgy gondolta, hogy a szlováksággal testvérnemzet vagyunk. Elnyomott testvérnemzet, a szlovák is kisebbségi nemzet, ahogy Linka fogalmazta, élve vagyunk eltemetve Csehszlovákiában. A tévedés azonban ott történt, hogy a szlovák néppárt nem állt meg Tukánál, sőt a Tuka per után, 1929 után egy radikális fordulat történt a szlovák autonómia gondolatban. Megjelennek a fiatalok, megjelenik József Tiszó és megjelenik Szidor, akik egy egészen más autonómia koncepciót gondolnak, ők már egy felnőtt szlovák nemzet autonómiájában gondolnak, nem egy kisebbségben gondolkodnak. Ők már egy csehekkel azonos jogú nemzetben gondolkodnak, és számukra a csehszlovák állam kerete a reális keret. És ezt elaludta a magyar diplomácia, és ezzel nem tudott mit kezdeni, be kell látnunk utólag Eszterházy János sem sokat. Folyamatosan tárgyal a szlovák néppárti képviselőkkel, és folyamatosan látogatja József Tiszót, kapcsolatban áll, havi rendszerességgel szinte találkozik Szidorral, amikor Szlovákiában él Szidor, és megpróbálja befolyásolni az új szlovák autonómia politika irányát is. Az őslakos koncepciótól el tud jutni oda, hogy ezt elfelejti, és megpróbál egy modern kisebbségpolitikai blokkot összeállítani, és ebben Tiszó is partner. 1938-ban a prágai parlamentben egymást támogatva Tiszó és Eszterházy síkra szállnak Szlovákia autonómiája mellett, kiváltva ezzel a kormánypárti szlovákoknak és a kormánypárti cseh pártoknak a hatalmas haragját. Ez az elképzelés azonban elakad azon a ponton, hogy az Egyesült Magyar Párt eredeti autonómia politikáját támogatja Budapest. Úgy gondolják, hogy nincs más autonómia politika, csak ami Szlovákiának és Kárpátaljának Magyarországhoz való visszakerülését jelenti. Csak revíziós autonómia van. Az autonómia tehát, a szlovák autonómia tehát az integrális revíziónak a közbülső lépcsője. És ezt már nincs szlovák politikus, amely támogatná. Tiszó ebben a dologban odáig megy március 27-én, hogy megígéri Eszterházynak, hogy megfogalmazza a Magyarországhoz való visszacsatlakozásnak a feltételeit. Március 27-én folyik ez a beszélgetés, 29-én van Prágában a már említett parlamenti nagy jelenet, amikor a magyar autonómia és a szlovák autonómia megfólal. És Tiszó 1938-ban őszén kidolgozza a feltételeket is, a 3+1 feltételt. Azt mondja, hogy amennyiben Szlovákia kap egy központi minisztériumot,
amelyben a közigazgatásban szuverén lesz Szlovákia a Magyar Királyságon belül, amennyiben külön országgyűlés félét, ez a magyar diplomáciának a megfogalmazása, saját törvényhozó hatalommal, ha saját költségvetési kvótát, tehát a Szlovákiának a összköltségvetésen belül hányad része szuverén, és a szlovák hivatalos nyelvet, ezt utóbb teszi hozzá Tiszó, akkor lehet beszélni arról, hogy a szlovák autonómia csatlakozik a válság, a csehszlovák válság egy meghatározott pillanatában Magyarországhoz. Befejezésül azt mondhatnánk, hogy Esterházy még nagy köröket tesz a Lengyelország számára, és alapvető fontosságú volt, hogy egy hungarofil szlovák autonómia jöjjön létre, hiszen Lengyelország érezte, hogy a Csehszlovákia után a következő áldozata Hitlernek ő lesz. Tehát a lengyelek mindent elkövettek annak érdekében, és megtalálták Esterházyt, a közvetítőt, hogy a szlovákokat meggyőzzék, Szidort és Tiszót meggyőzzék, hogy egy magyar koncepciót képviseljenek. A csehszlovák válságnak abban a kritikus szakaszában, ahol a müncheni döntés előkészítése folyt, és ahol a bécsi döntés előkészítése közötti időszakban, október 6-án azonban a szlovák autonómia, mint tudjuk, a csehszlovák koncepció keretében született meg. Megszületett a második kötőjeles csehszlovák köztársaság, Szlovákia és Ruszinszko egyaránt autonómiát kapott. Esterházy János befejezésül azt mondhatjuk, Esterházy János tehát kétszeresen is vereséget szenvedett ezzel a megoldással. Számára az etnikai revízió a történelmi csapdát jelentette, abban az értelemben, hogy a szlovák-magyar barátság helyett, a szlovák-magyar testvériség helyett egy igen erőteljes szlovák-magyar ellentét alakult ki a bécsi döntéssel, az etnikai határral, a bécsi határral, tehát totális szembenállás alakult ki, a szlovákiai magyarok ennek hitták aztán majd 45 után a levét, és a másik hatalmas veresége pedig az, hogy az általa szeretett Lengyelországot ez a német tér, ez a német élettér körbekerítette, és Csehország elvesztése után, Csehország német megszállása után Szlovákia is ennek a német térnek a részévé vált, és ezáltal Esterházy számára is az a szabad politikai koncepció, az a közép-európai népek szabad koncepciója, amelyet ő képviselt, az tulajdonképpen látványosan a világháború kirobbanása előtt összedőlt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Já děkuji kolegovi Sarkovi za přednášku. Opět bych doplnil jenom dvě, nebo potrhl dvě zajímavé věci. Zvláštní je, že byť maďarští menšinoví politici byli autonomními, tedy byli autonomisty od 20. 30. let, ale během celá 30. léta nebyli schopni ani nepřipravili žádný oficiální dokument nebo pracovní materiál v podobě předlohy zákona nebo zákonné normy, kde by definovali, jak se představují autonomie Slovenska pod Karpatské Rusy a v rámci toho fungování maďarsko-vyčných oblastí. Pak vzniká zvláštní situace, že před vstupními parlamentními volbami vyjednávali s Linkovou stranou a oni byli překvapeni, že nemají vůbec na stole žádný pracovní návrh, proto tedy žádali Budapešť, aby aspoň oni jim poslali nějaký návrh, jak si Maďarsko představuje autonomie Slovenska pod Karpatské Rusy. Zvláštním způsobem Budapešť na to nereagovala, takže skutečně žádný materiál během 30. let, který je definoval představy maďarských menšinových politiků o fungování nebo o autonomním přeuspořádání republiky, neexistoval. Druhá poznámka ještě zase ke zvláštní skutečnosti, že Maďaři požadovali až do poloviny léta 38. roku pouze autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusy, nikoliv vlastních maďarsko-vyčných území. Pozoruhodné je, že požadavku autonomie jižních částí Slovenska pod Karpatskou Rusy přistoupili až na popud lorda Runcimana, se kterým vyjednával János Esterházy v hotelu Alcron v Praze, kde oba dva bydleli. Runciman argumentoval tím, že bez jasných představ Maďarů, které by mohl prezentovat v Británii, není Londýn schopen a ani partneři Londýna nějakým způsobem prosazovat na mezinárodně politické scéně zájmy maďarské menšiny.